a mai és a holnapi napon a Erdély mentőcsoport bemutatkozik a nyilvánosságnak ezen a rendezvényen is, ahol megismerhetik a érdeklődők azt, hogy miért is alakult ez a szervezet, mikor alakult, hányan vagyunk, illetve milyen szakágokkal próbálunk foglalkozni. És nem titkolt cél az is, hogy toborzás egy válfaját végezzük most. Jelen pillanatban is azt mondhatom, hogy elég nagy volt az érdeklődés. A holnapi nap folyamán remélem, hogy még több lesz, ha legalábbis remélünk igenne. A mai nap folyamán egy kötetlen beszélgetésre került sor, árvízvédelem, búvárkodás, alpint technika, külföldi mentéseket hoztuk szóba, ezek között az Erdély mentőcsoportnak az első külföldi riasztása az albániai árvízeknél végrehajtott munkálatokról beszélgettünk itt. Elég sok érdeklődés volt, amit abból is le tudtunk szűrni, sok volt a kérdés. Milyen kérdéseket tettek fel azok, akik részt vettek? Mi iránt érdeklődnek elsősorban az résztvevők? Elég gyakorlatias kérdések voltak, milyen válfajokhoz lehet jelentkezni, milyen mentési ágakat lehet választani, hogy zajlik egy mentés, milyen finanszírozási lehetőségekkel folyik, hogy tudnak az emberek elszabadulni a munkahelyükből, hogy tolerálja a család, hogy lehet földolgozni egy halott ember megtalálását. Tehát mind gyakorlati kérdés volt. Akkor most megkérdezem én is, hogy mi az Erdély mentőcsoport, mi a célja, és hogyan lehet jelentkezni, ha valaki érdekel abban, hogy humanitárius segi akciókban vegyen részt? Az Erdély mentőcsoport az a Erdély szerte létrehozott a hálózati mentőcsoport, ami jelen pillanatban 5 székhelyen működik, aminek most körülbelül 170 érdeklődője van. Elég sokan ezek közül be is adták már a konkrét jelentkezési szándékukat. Itt többek között mentőkutyás, búvár, alpinista, kisgépkező, kishajóvezető, vízimentő, műszaki mentő, tehát ilyen válfajokban vannak szakemberek nálunk, illetve megfordulnak a tagjaink között hegyi mentők, barlangi mentők. Természetesen mi ebbe a szakmába nem akarunk belefolyni, mi az ő munkájukat szeretnénk kiegészíteni, amennyiben be tudunk segíteni. Hol jelentkezhet valaki, ha érdekli ezt? Például a honlapunkon a www.erdélymentőcsoport.hu vagy a szólólapokon feltüntetett telefonszámokon.